Sziasztok, itt Iron Medi Hungary, és a mai videóban ideje visszahoznom egy régi sorozatomat, amiből eddig igazából nem is volt sok rész, max. Egy vagy kettő, erre így most nem is emlékszem hirtelen. De a lényeg a sorozatnak az volt, hogy az összes inspiráló és kedves szavakat, amelyeket valaha írtatok nekem komment formájában, vagy akár üzenet formájában, összeszedtem egy videóba, és reagáltam rájuk, és igazából megköszöntem őket. Így hát ma úgy gondoltam, hogy visszahozzuk ezt a sorozatot egy következő résszel, azonban ma nem kommentekre fogok reagálni, és nem is üzenetekre, hanem erre itt. Intro után elmondom, hogy mi ez. Tehát nem tudom, mennyire követtek engem YouTube-on kívül, akár Facebookon, akár Instagram, vagy akár Snapchaten. Egyébként minden elérhetőségem ott van lent a leírásban, meg általában a videóban is meg szokott jelenni, úgyhogy illene bekövetni. Nem azért mondom, hogy bekövessetek, csak... Érted? Illene. Hát csak azért is illene bekövetni máshol is engem, hiszen sok információt csak mondjuk a Facebookon osztok meg, vagy csak az Instagramon, vagy csak a Snapchatemen, és ez volt erre a példa. Nemrég részese lehettem egy olyan közönség találkozó szerűnek, aminek az volt a lényeg, hogy egyetlen egy emberrel találkozol, és vele eldumálsz, pizzázol, kérdéseket tesz fel a néződ neked, és közben tényleg így megismerhetitek egymást. Egy kicsit személyesebb szempontból is. Na most erre a találkára egy kérdőíven keresztül lehetett jelentkezni, amit én csak is Facebookon osztottam meg, és ezért van egy csomó olyan ember, aki lemaradt róla egyébként. És hogy is jön ez a képbe? Az volt a lényeg a kérdőívnek, hogy meg kellett írni, hogy miért szeretnél velem találkozni, és onnan azokból ítélve kiválasztották a legértelmesebbnek tűnő embereket, akik nem csak azt írták oda, hogy hát miért ne találkoznék vele? Vagy pedig, hogy hát kéne egy aláírás nekem. Most fontos hangsúlyoznom, hogy nekem nem volt befolyásom a választásban, helyettem választottak, viszont miután megvolt ez a találka, meg minden, kaptam én egy ilyet. Ami egy... hány oldalas? 6-7. Minimum 8 oldalas, hát egy ilyen szöveggyűjtemény, amiben összegyűjtötték nekem az összes indokot, amit ti leírtatok, hogy miért szeretnétek velem találkozni. 8 oldal, mondom. Kb. 300 jelentkező. És egy, ez azért jó, mert bármikor, amikor rossz kedvem van, elég ezt így elolvastam, és ez így kézben fogható, nem úgy, mint mondjuk a kommentek, ahhoz már be kell kapcsolnom a gépemet. Itt meg tényleg csak leveszem ezt a polcomról, és itt van egy csomó-csomó inspiráló dolog. Tehát az összes dolog, amit fel fogok olvasni, az arra a válasz, hogy miért szeretnél találkozni Ábellel. És van egy csomó olyan dolog, amit már mondtam, hogy közös képért. Miért ne? Mert nagyon jó fejnek tartom. Mert a legjobb videós. Ezek az ilyen sablon szövegek, tehát hogy nem azt mondom, hogy ezek rosszak, és nagyon örülök, hogyha a legjobb videósnak tartotok engem, de azért meg lehet egy kicsit erőltetni magadat, én úgy gondolom. Mint például, az már érdekesebb, hogy azért, mert nagyon szimpatikusnak tartom, az olasz vlogjait láttam először, azóta rendszeres nézője vagyok, amellett, hogy igazán megnyerő személyiség, rendkívül intelligens és szórakoztató. Szereti a nézőit, és látszik rajta, hogy élvezi azt, amit csinál. Ez így van amúgy. Szeretem is a nézőimet, és élvezem is, amit csinálok, mert hogyha nem élvezném, akkor nem csinálnám. Én tényleg olyan vagyok, hogyha valamit nem élvezek, akkor minek csináljam? Nem akarom erőltetni magamat, nem akarom erőltetni azt a dolgot. És ezzel szerintem sokan így vagyunk, nem csak én, ezért sem erőltettem mondjuk a matekot. Mármint azért ti légy szíves, erőltessétek a matekot, mert akkor legalább nem ide köttök ki egy kamera elé, hogy hülyeségeket beszéltek, hanem lehet, hogy valami értelmes lesz az életetek. Azért szeretnék találkozni Ábellel, mert még nem volt alkalmam élőben találkozni vele. Nem az lenne, hogy jaj, csak egy képre, egy aláírásra találkoznánk, utána pedig hello, hanem tényleg tudnánk normálisan beszélgetni, tudnék kérdéseket feltenni, amiket lehet még nem mertem. Vannak ezek a rendezvények, mint például a Play It, OVS, stb. Na most ezek a rendezvények általában arról szólnak, hogy oda nyomnak alám egy papírt, és akkor nem, meg se szólalnak. Az emberek meg se szólalnak sokszor. Oda nyomják a papírt, faképpen néznek rám, elvárják, hogy aláírjam, és ennyi volt nekik, ennyi volt, mentek is tovább a következő videóshoz, se halló, se puszi, se szia, se ölelés. Persze van, aki igen, és köszönöm nekik, mert kicsit személyesebb a találka. És mégsem érzem azért magam robotnak, hogy alám tolnak valamit, és én kricskrac-krucc, és akkor mehet. Viszont nagyon-nagyon sok ideje beszélek most, úgyhogy jöjjön egy debelős szünet. I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the family. És akkor most vissza a videóhoz. Érdekel a munkássága, szívesen beszélnék vele a videóiról, illetve filmezésről. Török Ábel nem egy szimpla videós fiúcska az internetről, hanem valami egész más. Hatalmas energiát öl bele a munkáiba, amelyekről tisztán tükröződnek, hogy tiszta szívből csinálja, mivel imádja azt, amit csinál, meg természetesen a rajongói. Imádom még benne azt is, hogy rettenetesen őszinte és mindent megoszt a rajongóival. Rengeteg tanácsot és meg annyi információt adott át nekünk az interneten keresztül. Egyszerre humoros és mégis komoly. Igyekszem olyan értékeket közvetíteni a videóimban, amik nem hülyeségek, amikkel lehet
fejlődni, felnőni, kicsit értelmesebbnek lenni. Na most ez a mai videóra pont nem jellemző, mert... Hát igen, meg mert... igen, sziasztok, én is itt vagyok. Visszadom Ábelnek. De azért tényleg egy pár videóm van olyan, amiben komoly is szoktam lenni. Legalábbis annak tettetem magamat. Úgy érzem magam néha, mint egy 10 éves gyerek, de egyébként szerintem az is vagyok. Meg hova nőjek én most 19 évesen? Hova? Na igen, erre mondtam azt, hogy komolyság az nincs. Idebent komolyság nulla. Nuku. Nem is tudom, ha valaha is lehetne rá esélyem arra, hogy találkozhassak velem, nagy eséllyel meg se tudnék szólalni, de minden bizonnyal felnéznék rá, és példaképként tekintenék rá. Kedves Anonymous, mert ugye itt mindenki névtelenül van fent, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked. Azt elérni 19 évesen, hogy egy pár ember példaképként tekintsen rám, az nagyon-nagyon jó érzés, egyszerre furcsa is, és nagyon nagy felelősség is. Ábel az egyik kedvenc videósom. Nagyon szeretem a videóit, mert mindig igényes munkákat láthatok tőle. Én is érdeklődöm a videózás iránt, viszont még nem vagyok biztos abban, hogy meg tudnék-e felelni a közönségnek, ezért szeretnék találkozni Ábellel. Na most kedves névtelen Anonymous, hogyha szeretnél videózni, akkor ne az érdekeljen, hogy meg tudsz-e felelni a közönségednek, hanem hogy azért csináld, mert szereted csinálni. Én is az elején magam miatt csináltam, hiszen eleinte vágni akartam megtanulni, és nem volt mind gyakorolnom a vágást, ezért felvettem magamat, és elkezdtem kis apró szösszeneteket megvágni, amiből lettek ilyen különböző témájú videók, és ezt gondoltam feltöltöm internetre, hát ha érdekel egy pár ember. Lehet ez paradoxonnak hangzik, de nem a közönségednek kell csinálni a videót, hanem saját magadnak, és majd később jön az adott közönség, akit az a fajta tartalom érdekel. Úgyhogy kedves névtelen, ne akar megfelelni a közönségednek, csináld saját magadért. És azért, mert te szereted. És ugye mondtam nektek, hogy nagyon-nagyon sok olyan szöveget kaptam, ami akár egy szó, vagy két szó, hogy példakép, vagy mert miért ne szeretnék vele találkozni. Na most ezeket is bele szeretném valahogy tenni ebbe a videóba, úgyhogy itt van nektek, írtam egy webat. Mert a kedvenc vlogosom, a példaképem, a kedvenc videósom is nagyon régóta nézem, nagyon tetszenek a videói, szeretnék jókat beszélgetni, és szerintem nagyon viccesek is, bejön a humor hitni, meg akarom ismerni, nagyon szimpatikus ember, mert nagyon egyedi videói vannak, sokszor inspirál engem, nem tudok ilyen gyorsan lapozni, gyerekek, várjatok egy kicsit, mert a legjobb blogger Magyarországon, mert imádom, ha találkoznék vele, biztos nem jönne ki szó a számon, mert ő a legjobb videós a világon, és minden, de minden vágyam, hogy találkozzak vele. Az érdekel engem, hogy milyen egy YouTube sztár élete. Ez olyan volt, amilyen ez a rap dal. Ne haragudjatok rám. És akkor most folytassunk egy pár olyan szöveggel, ami... hogy is mondjam, kicsit többet mondó, mint például, mert meg akarok bizonyosodni róla, hogy élőben is ugyanolyan közvetlen, mint a videóiban, kíváncsi vagyok a beszólásaira. Na most, szerintem élőben is ugyanolyan közvetlen vagyok, mint videóban, tehát, hogy ezzel így nem lenne baj. Bár a beszólásaimra lehettél volna kíváncsi, mert ugye nem szólok be egy olyan embernek, akit épp aznap ismertem meg, úgyhogy arra várhattál volna, de tényleg a közvetlenséggel, mert szerintem nincsen baj. Nagyon szimpatikus, jófej, közvetlen, és persze, hogy jobban megismerhessem. Sok kérdésem van a videózás ügyben, rengeteg mindenben motivált Ábel, és szeretném, ha a média területén át tudna nekem adni személyes tapasztalatait, tudását. Valamint nekem a szakma szempontjából engedhetetlen az olasz nyelv, és ki más tudná átadni ezt, mint egy perfekt olasz. Jaj, hát elolvadok nem sokára így, gyerekek. Média tapasztalataim nem igazán vannak. Utálom ezt az új hajamat. Mármint jó ez, csak több zselét kéne ráhasználni, de akkor meg megszóljátok, hogy le van nyalva a hajam, mint a tehén. Mondjuk leszarom, hogy mit mondtak, mert ez az én hajam. Ez nem a ti hajatok, ez az enyém, és úgy lóválom a hajamat, ahogy akarom. Hát média tapasztalataim nem igen vannak, viszont az igaz, hogy perfekt olasz vagyok, úgyhogy most el is búcsúznék olaszul ebben a videóban. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ciao tutti, grazie per aver guardato questo video, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo nel prossimo video. Sono stato Iron Idea Hungary, e adesso Iron Idea Hungary is logging out. Wow! Vége angol volt mondjuk. Hoppá! Nem baj.